Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Három kérdőjeles jóslás október 8-án. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja ők? Mik az ő gondolatai? Tízekártya mutatja a választ. Ez azt jelenti, hogy ő sokat gondol rátok, és ez, ami őt jelenleg foglalkoztatja. A második kérdés pedig az, hogy milyenek az ő érzelmi világai. Ez a kereszt azt mutatja, hogy a sors utatok kereszteződik. Tehát ez a szerelem, ez megvan írva a sorsok könyvében. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kép adja meg a választ. Ez a kígyó jelentheti azt, hogy változások történnek. Ő benne van ebben a procedusban. Viszont a kígyó szimbolizált egy másik hölgyet. Az lehet valaki az ő családjából, az édesanyja vagy a testvére, viszont előfordulhat, hogy ő még házas, és ez a kígyó az ő élettársát vagy feleségét szimbolizálja. Erre utal némlich ez a ház. Ezek a családi kötöttségek, vagy az ő otthonát mutatja. És akkor nehéz neki döntéseket hozni, mert az anyagiak miatt összetartanak. Lehet az is, hogy vitái vannak a családban az anyagiak miatt, vagy egy ház miatt, egy örökség például. Amennyiben ez a kígyó a változásokat, ezt a processzt mutatja, az is előfordulhat, hogy ő fontos döntéseket hoz jelen pillanatban, és ő felajánlja azt, hogy összeköltözzetek, vagy kaptok egy házassági ajánlatot. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!